Múlt nélkül nincsen jelen, és nincsen jövő. Annak idején 1999-ben nem kezdődik meg kertészkedő képzés határon túl, akkor most nem vagyunk itt, és nem ünnepeljük a 20. születésnapunkat. És ahogy rektor asszony elmondta, hogy közösen gondolkodva a továbbiakban, illetve a fejlődésben, már az élelmiszertudományi karral, illetve a Szent István Egyetem egyéb karaival más képzésekben is gondolkodnak, hogy közös képzéseket végezhessenek, akkor nem tekinthetnék a jövőben. A jó beszédnek az az alapja, hogy rendkívül gyors, nem szabad sokat beszélni és felbőszíteni a kedves közönséget az, hogy hosszasan beszélünk. Azt gondolom, hogy ez nagyon meghatározó a kertészettudományi kari vezetésének úgymond a stratégiájában, ezt mi nagyon támogatjuk és nagyon örülünk, azt gondoljuk, hogy a határon túli magyaroknak az oktatásában, a tudás bővítésében igenis szerepet kell vállalnunk és támogatnunk kell őket és segítenünk kell őket. Hát rektorasszony köszöntőjéből elhangzott, hogy rektorasszony már a Szent István Egyetem több karával is további képzéseket szeretne indítani, amelyben a kertészképzésnek, illetve a kertészmérnöki karnak több tanszéke is részt vesz, ez egyik a szőlőborágazat, illetve borgazdasági szakirányú továbbképzés, ahol a szőlészeti tanszék, illetve a borászati tanszék vesz aktívan részt. Hát én azt gondolom, hogy ha szakmáról beszélünk, mint kertészeti szakma, akkor mi vagyunk, hogyha ez kicsikét a nagyképűnek is hangzik, mi vagyunk a szakmának úgymond a központja, a centruma, a szellemi tudás, a hagyományok ott vannak nálunk a kertészeti egyetemen, a kertészettudományi karon, a volt kertészeti egyetemen, ezt mindenki így hívja. Jelenleg ugye a Szent István Egyetemnek a részét képezzük, és bárki bármilyen szakmai állásfoglalást, szaktanácsot, szakembert, utánpótlást, pályázati partnert keres egyetemi oldalról, akkor bennünket keresnek meg a kertészettudományi kart. Azt szoktuk mondani a hallgatóknak, amikor mondjuk hallgatói toborzón vagyunk, hogy enni mindenkinek kell. Tehát termelésre szükség van, tehát a gyümölcsre, a zöldségre, a szőlőre, a borról meg nem is beszélve, tehát a magyar ember az mindig éhes és mindig szomjas, és nálunk a képzés tulajdonképpen a termőföldtől az asztalig mindent meg tudunk teremteni, nem csak a kertészettudományi karon, hanem az élelmiszertudományi karon, vagy hogyha valaki az agráriumban, az agrárképzésben szeretne nagyobb tudást szerezni, akkor egy agrármérnöki képzésben is szerepet vállalhat, illetve részt vehet, és az a biztos, hogy sikeres szakemberré válik.